Életének 91. évében meghalt Heller Ágnes, és úgy gondolom, hogy nagyon sok ember érzi azt, hogy nem készült erre föl. Nem készült fel erre a halálra, mert Heller Ágnes teljesen mindegy, hogy hány éves volt, annyira korunk része volt, hogy nehéz volt elképzelni, hogy egyszer elmegy. Vajda Mihály filozófus van velünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt hiszem, hogy Heller Ágnes ez talán a legközelebb a budapesti iskolában volt, ugye, amikor Fehér Ferenccel, Márkus Györggyel, Mészáros Istvánnal, és hát persze Heller Ágnessel együtt voltak. Mészáros István nem tartozott. Nem tartozott véges, oda? Akkor ezt tévesen láttam. Szóval, hogy akkor volt a legközelebbi kapcsolata talán vele. Mire emlékszik azokból az évekből? Hát nagyon sok mindenre emlékszem. Emlékszem a budapesti iskola egész működés módjára. Nagyon fontos volt, hogy mi összetartozunk, és mindig elolvastuk egymás írásait, és megkritizáltuk azt. Általában azt szerettük volna hinni, hogy mindig ugyanazt gondoljuk valamiről, ami persze nem volt igaz, nem is lehet igaz, de hát mégis ez volt a számunkra a legfontosabb, és akkor nagyon meglepő volt számunkra, amikor hát vagy a többiek számára, amikor ez a nagyon szoros, és nem csak elméleti kérdéseket együtt megvitató társulat, hanem szoros baráti társaság hirtelen csak felbomlott, mert a Heller-Fehér házaspár Márkus feleségével emigrálni akartak, aztán emigráltak is, én pedig azt mondtam, hogy én itthon maradok, az nem lehetetlen, hogy egy időre elmegyek tanítani valahova, kifihenni magamat kvázi, de én visszajövök, én ide tartozom, ez az én világom, és szeretnék hinni abban, hogy vissza is tudok jönni. Így is történt. Tehát az a korszak volt a kapcsolatunk legbensőségesebb, legszorosabb, és hát bizonyos értelemben azonos gondolkodást tükröző korszaka, amikor ez a budapesti iskola létezett, most a kezdetét azt megkérdezik tőlem. 62-től voltam én a Lukács tanítványaként elkönyvelve, de hogy az, amit ma a budapesti iskolának nevezünk, az inkább később jött létre, ugye 70-es évek között. Ugye mindannyian a marxizmus felől jöttek, merre vezetett tovább Heller Ágnes útja? Ugye ő 75-ben ment el fel. Mit mondott a marxizmus illetően? Hogy mindannyian a marxizmusból jöttünk? Igen. Hát nézze, még ez igaz, és mégsem igaz. Nem tudom mi az, hogy marxizmus. Mindannyian azt akartunk hinni, hogy marxisták vagyunk, mert öreg mesterünknek ez rettenetesen fontos volt, ugye? Ő 19-ben eldöntötte, hogy marxista lesz. A 20-as években igen érdekes marxista tanulmányokat írt, a legfontosabb ebből a Történelmi és Osztálytudat nevű könyvben összegyűjtött eszék. És így volt ez 30-ig. 30-ban aztán, hát azt most nem tudom megmondani, hogy miért nem, de elfogadta a párt hivatalos filozófiáját, mint gondolkodásának alapját, tehát a dialektikus történelmi materiális, most nem tudom, hogy nevezték-e már 30-ban annak, mindegy. Na most mindannyian ehhez kapcsolódtunk, nem egészen elfogadva azt a leegyszerűsítő világfelfogást, amit ez a dialektikus és történelmi materializmus képezett. De ezt nem vitattuk, egymás között vitattuk talán, de az öreggel Lukáccsal nem vitattuk. Szóval merre vezetett? Ennyiben a marxizmusból jöttünk, én azt hiszem, hogy a legkevésbé maga Ágnes volt arról meggyőződve, hogy ő valaha is marxista volt. Ez se biztos, hogy stimmel. Tudja, az ember írja a maga történelmét, és állandóan átírja. Ez ilyen, ezt tette Ágnes is, ezt teszik valamennyien, de hát valamilyen értelemben persze, hogy a marxizmusból jöttünk.
Heller Ágnes annyi mindennel foglalkozott, annyi minden érdekelte, hogy talán a kívülálló szempontjából nehéz megmondani, hogy mi az a fonál, amire az életmű fölfűzhető, már ha ez egyáltalán fontos, hogy legyen ilyen. Hát nem csak a kívülálló számára, a belülálló számára, ha nevezhetem a Budapesti Iskola képviselői tagjait, ezenből magamat így, én sem tudom megmondani, hogy mi az a fonál, amire felfűzhetnénk Heller Ági gondolkodását. Egy kétségtelen, hogy a történelmi tapasztalatai egyrésztről, tehát a holokauszt, amit hát ő szerencsésen túlélt, de édesapja is elpusztult a holokausztban, és számos barátja, első szerelme, és így tovább. Ez volt az egyik, ami meghatározta a gondolkodását, később jött rá ő is erre, de ez nagyon fontos volt, és fontos volt az is, hogy észrevette, hogy az, amit a világháború után itt Magyarországon elkezdtünk, vagy nevezzem, építeni, az tele van problémákkal, hamisságokkal, hazugságokkal, és így tovább. Tehát ez is fontos szerepet játszott, hogy kialakítsa a maga gondolkodását. Azt hiszem ennek, ez volt az oka annak, hogy úgy élete első, nem tudom hányad részében, de nagyon sokat foglalkozott azzal, amit etikának nevezünk, írt olyat is, hogy általános etika, meg írt olyat is, hogy morálfilozófia. Aztán ugye a rendszerváltás előtt, utána, környékén csinált egy három kötetes összefüggő, hát most egy kicsit leegyszerűsítem, mert talán nem így volt pontosan, de volt egy általános etika, volt egy morálfilozófia, és volt egy személyiségetikája. Most én szerintem a személyiségetika az már kívül van ezen az első kettőt, azt lehet marxista kontextusban értelmezni, a személyiségetikát nem, és ez a harmadik kötet volt talán a legérdekesebb az én számomra, de hát filozófiáról beszélünk, és nem valami szaktudományról. Köszönöm szépen, hogy vállalta, hogy ilyen sajnálatosan rövid időn belül emlékezni meg Heller Ágnesről. Köszönöm még egyszer. Kérem, nincs mi. Minden jó, további jó reggelt. Vajda Mihály filozófus emlékezett Heller Ágnesről.